Folytatjuk az interaktívot. Sok szeretettel köszöntöm Noémi Virágot és Kózsot itt a stúdióban. Sziasztok! Hello! Sziasztok! No, a nézők már segítettek, ugyanis egy romantikus dalt szeretünk volna írni. Romantikus pénteket tartunk itt az interaktívban, és arra vagyunk kíváncsiak most, szeretném, hogyha véleményeznétek majd ezt a pár sorocskát, amit írtak a nézők. De először is, mielőtt ezt véleményeznénk, arról beszélünk, hogy szerintetek mitől romantikus egyáltalán egy dal? Virág. Nyilván a szerelmes dalokat szoktuk romantikus slágereknek hívni, úgyhogy szerintem azok a dalok tudnak romantikusak lenni, amik a szerelemről szólnak. Nem tudom, én például írtam már úgy is szerelmes szöveget, hogy megrendelésre úgymond. Már is, hogy legyél szerelmes, vagy mi? Nem, hát hogy kaptam egy zeneszerzőtől egy dalt, hogy írjak rá valamilyen szerelmes szöveget, és arra írtam egy szöveget. De például a saját szerelmes szövegeimet mindegyiket egytől egyig úgy írtam, hogy az egy valós érzés kapcsán. Tud úgy születni egy szerelmes szám, hogy nem is vagy szerelmes? Én jobban szeretem a valódit, tehát amikor szerelmes az ember. Tehát én magamnak csak olyat írnék, ami valós. Hol van a határa a szerelmes és a nyálas között? Tehát van ilyen határ? Hát nem tudom, hogy a rózsaszín bociról ír az ember, az biztos, hogy nyálas. Az biztos. Hogyha nem rózsaszín bociról ír, hanem az érzéséről, a vágyéről, a könnyeiről, vagy arról éppen, hogy kiért, vagy kinek sír, vagy kiért nem akar sírni sokkal többet, vagy kiért fáj a szíve, vagy ki éppen az álma, vagy az élete, az egyáltalán nem lehet nyálas. De én itt egy nagyon vékony határ van, mert mi nem nyálas a szellem, hogyha valakiért oda vagy? Uh-huh. Hát letérdelsz előtte, hogyha kell virágot, adsz neki bombont csinálsz, kirakod szívekkel az ebédlőasztalt, amikor megcsinálod az ebédet, nem? Abszolút. Az minden belefér. Én nem érzek cikit abban, hogyha valaki szellemről ír. Inkább csak úgy kategorizálom a dolgokat, hogy most ez egy bohókás, bolondos, kedves, szerelmes dal, vagy egy komoly, mélyérzésű olyan nóta, ami tényleg mindenkiben megmozgat mindent. Hál' Istennek nekem eddig abban volt részem, hogy bármelyik dal, amit csináltam, akár magamnak, akár más előadóknak a holdalától, a Meghalok egy csókod értig, vagy éppen a Te vagy minden álom, hogy bármelyik nót, amit megcsináltam, ezek inkább nagyon komolyabb, mélyérzésű és őszintébb szerelemből, vágyakozásról, beteljesülésről, vagy be nem teljesülésről szóltak, és ez így sokkal könnyebb. Aztán persze voltak bohókás dolgok is, ami ugyanúgy egy szerelmes emberről szólt, egy nagyot mondó szerelmes emberről, mint a Szomorú szamuráj, de az egy másik kategória, annak van egy másik stílus, amit az emberek azért szeretnek, mert buli. Aha. De igazándiból... Vannak olyan jellegzetes dolgok, amik mindenféleképpen benne kell, hogy legyenek egy romantikus számba? Szerintem... Valami nem hiányozhat? Ez annak szavak, írja, dallam, például, amikor a világ is ír, ez nem meghatározó, ez jön. Ez nem, leülsz, beborulsz, és annyira nem keresed a szavakat. Nem keresed. Azt, én úgy szoktam írni, akár szöveget írok, akár zenét, a szöveget akkor egyszerűbb, hogy egyszerűen nem is kell kinyitnom a szemem, csak néha, amikor ránézek a papír, és tolja a kezem az, amit érzel. Uh-huh. Tudod? És ez óriási dolog szerintem. Virág? Neked, mert pont is mondani akartam, hogy szerinted vannak nem, olyan hát dolog, nem, amit... nekem nincs ilyen listám, hogy akkor most ennek a 10 szónak benne kell lenni, és akkor hogyan írjam ezt bele. Az az érdekes, így visszatérve egy picit a nyálas, nem nyálas dologra, hogy ugye nekem 3 videóklippem volt az elmúlt egy évben, amiből 2 a szerelemről szól, az egyik a Hiányzó, a másik a Melletted ébredek, és a Hiányzóra elég sokan mondták, hogy ó, ez klisé, meg hogy hogy milyen nyál a szövege, és így az az érdekes, hogy az egy teljesen egy átolt setting megtörtént történet alapján íródott, és lehet, hogy klisé, de az érzéseim klisék, tehát minden ember ugyanazt érzi valószínűleg, az amikor az az érdekes, hogy tudod, ami az érdekes, hogy megnézve egy számot, amit 15 éve írtak, ugyanaz van benne, amit ma megírnak. De komolyan, tehát ugyanazok a mások fogalmazás. Az érzések nem változnak. És a legdurvább, amivel szembesülni kell, az élet a legnagyobb gics gyáros. Uh-huh. Ha kinézel egy naplementét, megnézel, attól nyálasabb nincs a világon. Uh-huh. Ha megnézel, azt, amikor hullik egy levél a fáról, hogy elkezd... Most hullik rám! Tehát egyszerűen ezzel szembesülni kell. Tehát vannak, akik ezt elutasítják, mert ők keménynek akarnak látszani, aztán titokban otthon ugyanúgy meghallgatják, ugyanúgy összebújnak a dalaira, vagy az én dalaimban. Igen. Hát ez egy csoda. De az az érdekes, hogy a Melletted ébredekre pedig senki nem mondta, hogy az milyen jó. Pedig az is megtörtént. Uh-huh. Tehát, hogy két megtörtént történet között is lehet akkor a különbség, hogy a közönség az egyiket nyálasnak tartja, a másikat. Szerintetek csak lassú szám lehet romantikus? Nem, szerintem dehogy. Nem. Ma már nem azt a kort éljük. Tehát ma már igen, valaki valhat éppen egy rossz románcról is, bármilyen szinten, és attól az még lehet szerelmes, hiszen valamit átélt, amiből ő rossz élményeket táplál, vagy éppen őrült élményeket táplál, de ugyanúgy valhat szerelmet telefonon is. Tehát nekem van akár ilyen dalom, akár a másik oldalból, amikor az egyik kicsit már majdnem erotikus töltöttségű, hiszen ha szavakat néha olyan akkordokkal helyettesíted, egy olyan sóhajjal helyettesíted a dalban,
attól pillanatok kezdve romantikus, az eredetik megint kezd összemosódni. Aha. És ez tök jó, az embereknek szüksége van erre. Akár gyors dalként hallják, akár lassan ótaként, az egyik, hogy mindig ott legyen az életükben. Mert mihez tudnak kapaszkodni? Társadalmi problémákra nem tud szerelmes lenni. Uh-huh. Tehát ha te mondom, te ott hallgatnál, hogy most mi történik a 8. kerületben, az kit érdekel? Tehát a szerelmes embert vagy a létező ember nagyon nem, mert az egy másik történet. Értem. Nézők is írtak egy dalt. Na. Kirakom ide elétek, jó? És aztán felolvasom a nézőnek, hogy akik most kapcsoltak be, azok tudják, hogy miről van szó, ti pedig el tudjátok olvasni. Hoppá, bocsánat. Ébren vártam rád, dallam szállt hozzád. Itt vagyok most, lásd, elborít a láz. Füledben halkan csenget, szempilládon lassan penget. Eldúdolnám neked, ami szívednek kedves. Amikor elcsuklik a hangod, s dobban a szíved, majd megérted, mit érzek. Nektek írtuk ezt a dalt, remélem tetszett. Ezt Brass Bence fejezte be, illetve itt ezt kezdtük el refrénnek írni, most nem mi, hát a nézők, te vagy az egyetlen, ki örömet okoz, nélküled az életem egy bezárt doboz. Ja, ez nekem ez nagyon jó, tetszik, ez nagyon tetszik. Szerintem. Hiszem, hogy még egyszer újra látlak, s a vágyaim újra rád találnak. Ezt még Nick írta. Na, mi a véleményetek erről? Azon gondolkozom, hogy azért ez ebben az eposzban, azon kívül, hogy van egy nagyon kedves hangulata, néhány szót én szívesen kicserélnék egyébként, amíg szerintem valóban az a kategória, amit te nyálasnak nevezel, de lehet egy fordítás, tehát lehet, hogy valaki lefordított egy külföldi dalt, én meg nem néztem, így most nem fordítottam át magam. Nem, ez külön, nem, ez úgy, hogy minden külön-külön chatről felhívta bennünket, tehát külön, ezt mindenki más írta. Akkor is ügyesek voltak, akik összeállították, vagy be őszintén tényleg le a kalappal. De pontosan itt van az, amitől egy igazi olyan dalszerző, aki valóban nagy slágereket tud írni, tényleg tud embereket megérintő dalokat írni, vigyázz néhány szónak a használatára, amitől pontosan ilyen gagyinak vagy ilyen nyálasabbnak tűnik. Gondolom, igazat adsz nekem. Igen, meg szerintem az is tök jó, hogyha egy dalszöveg ilyen kisebb történeteket mesélel. Tehát, hogy nem csak az, hogy egymás után jönnek a hasonló sorok, hogy meghalok érted, és légy velem, és érted, dobog a szíven, tehát nem ilyen folyamatos végül is azt mondod el, hogy mennyire oda vagy érted, hanem ha van valami kis történet, hogy mit tudom én, bármi. Nekünk hogy... kell elmesélni az emberek helyett, akik a színpadon állunk. Azt, amitől lehet, hogy nem tudnak kifejezni akár 5 szóval, akár egyel, akár 100-zal sem. De amikor meghallja, azt mondja, hogy én is ezt éltem. Igen, de ő is ér, ez a fontos. Viszont ez tényleg jó pofa, az a sor. Gratulálok azoknak, akik ezt csináltak. Te vagy az egyetlen, ki örömet okoz, nélküled az életem egy bezárt doboz. Na, majd gondolkodom. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Nagyon köszönjük.